Sziasztok! Reinhardt Éva vagyok, győri szervezetfejlesztő. Ebben a videóban azt szeretném nektek elmondani, hogy miről szól ez a 6 órás diszmodell önismereti tréning. Ez a tréningről azt kell még tudni, hogy ez nem csak arra ad neked segítséget, hogy megismerd egymás személyiségét, hanem nagyon erős csapatépítő jelleggel bír, mégpedig azért, mert olyan témákat fog nektek adni, amíg hetekig, hónapokig tudtok rajta együtt nevetni és együtt beszélgetni egymás akár sutaságán, vagy egymás erősségeit. És nézzük akkor, hogy mi is ennek a történelmi háttere ennek a diszkmodellnek. Időszámításunk előtt 400-ban már Hippokratész felfedezte, hogy az emberek 4 különböző személyiségekre bonthatók, az akkori technikai és szellemi feltételek mellett még ezt az emberekben lévő testfolyadékokkal azonosította. Aztán később jött Jung, aki már azt mondta, hogy alapvetően 2 fajta ember létezik, egy extrovertált és egy introvertált, az, aki szeret az emberekkel nyíltan beszélgetni, szívesen beszél, és az, aki inkább egy kicsit magába zárkózva és nem annyira adja ki önmagát. Erre a 2-re építette aztán Marson a DISC modelljét, ami 4 különböző típust különböztet meg, extrovertáltat, introvertáltat, ezen belül is egy gondolkodó és egy érzelmi típust. Ezt a 4 típus különböző színekkel is jelöljük. Létezik a domináns, a befolyásoló, a kitartó és a szabálytisztelő. És úgy néz ki ez a 4 típus, hogy innentől felfelé találhatók azok, akik inkább feladatorientáltak, innentől lefelé azok, akik kapcsolatorientáltak, és a másik egyenes mentén pedig az introvertált és az extrovertált. A DISC tréning úgy épül fel, hogy egy rövid bemutatkozó után egy nagyon kellemes játékkal rádöbbenünk, hogy bizonyos szituációkban mennyire másképp reagálunk a különböző személyiségünknek vagy stílusunknak köszönhetően. Miután ezen egy jót nevettünk, azután pedig átbeszéljük videóbevágásokkal, különböző témákkal, egyes emberek megfigyelésével, hogy hogyan viselkednek a különböző személyiségtípusok. Ezután jön a tréningnek a lényegi része, amikor saját magatok kidolgozzátok, hogy a körülöttetek lévő ismerősök vajon melyik típusba tartozhatnak, és hogyan lehet ezekkel a típusokkal hatékonyan kommunikálni. Ez abban segít majd nektek, hogy nem csak a munkahelyen tudsz a kollégáddal jobban kommunikálni, hanem már akár otthon a családban, akár a barátokkal, és mindemellett te is magad rádöbbensz a gyengeségeidre és az erősségeidre, aminek a következtében, hogyha később az erősségeidre helyezed a hangsúlyt, egy sokkal sikeresebb ember válhat belőled, mint magánéletileg, mint pedig szakmailag. Én nagyon köszönöm, hogyha felkeltette ez a tréning az érdeklődésedet, és amennyiben szeretnél árajánlatot kérni, vagy szeretnél részt venni egy ilyen tréningen, légy szíves, vedd fel velem a kapcsolatot a bejegyzés után található űrlapon. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál!